Együtt néztük meg Orbán Viktor miniszterelnök október 23-ai ünnepi beszédét Zila Jánossal, az Alapjogokért Központ elemzőjével. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Orbán Viktor miniszterelnök azzal kezdte, hogy a nagy közös 56-os szabadságunknak része az egész ország, mégis először a veszprémiekhez szólt, nem ok nélkül. Valóban, most már úgy tűnik, hogy hagyomány lesz ebből. Tavaly Zalaegerszegen tartotta meg a miniszterelnök az október 23-ai ünnepi beszédét, és ezzel is azt próbálja kifejezni, hogy nem csak a fővárosnak a szabadságharca volt és zajlott 1956-ban, ahogy így is volt, hát Veszprém nagyon-nagyon komoly szerepet vállalt ebben a szabadságharcban. Nagyon sokáig folytak itt a harcok. November 6-án számolta föl a szovjet hadsereg az utolsó veszprémi ellenálló gócokat, sokáig tartották magukat az ottani várban. Tehát ahogy 1956-ban együtt lépett föl az ország a saját szabadságáért, a saját szuverenitásáért, úgy most is egyként tudunk ezért kiállni, vagy akár a tavalyi választáson is a magyar nemzet egyként tudott kiállni a szabadsága mellett. És Brusznyai Árpád 56-os hős példáján keresztül vázolta tulajdonképpen a forradalom és szabadságharc eseményeit a miniszterelnök. Ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy mindenki megértse 56-ot, illetve hogy párhuzamot vonjon a most a valósággal. Valóban Brusznyai Árpád nagyon fontos szereplő volt Veszprémben, az ottani forradalmi tanácsnak a vezetője volt, és ebben a funkciójában önmérsékletre szólított fel. Sokáig a fegyverek kiosztása ellen szólalt fel, személyes támadások ellenére is, tehát egyfajta lovagias magatartást mutatott, ahogy a miniszterelnök utalt arra is, hogy Magyarország is, amikor védi a határait, védi a déli határait a migrációs nyomással szemben, akkor egyfajta lovagias kötelességet lát el Európa egészében. De néha túlzottan is. Valóban, hiszen támadások érnek minket, éppen ezért nyugati irányból, emlékezhetünk arra, hogy több esetben különböző jogállamisági, illetve kötelezettségszegési eljárásokat indítottak emiatt, illetőleg az Európai Bíróság, Európai Unió Bírósága elé citálták Magyarországot azért, mert megvédi Európa határait attól a migrációs nyomástól, amely lényegében Európának az önazonosságát számolja fel, ahogy erre is utalt a miniszterelnök. Hiszen teljesen megváltoztatja Európa arculatát, megváltoztatja azt a békés kontinens, azt a virágzó kontinens, amelynek a részei lehettünk, illetve részei lehettek az előttünk járó generációk hosszas időkön keresztül. Tehát ezt a fajta állapotot védi Magyarország, és a válasz az egészen elképesztő, ahogy egyébként a háborúval kapcsolatos válasz is. Hogyha megnézzük Európának, hogy mi az érdeke ebben a háborúban? Európa az, amelyik lényegében a háború, ahol a háború zajlik. Magyarország szomszédjában zajlik ez a háború, és a Európának az az első számú érdeke ezzel kapcsolatban, hogy ne is legyen. Mi Brüsszel válasza? Önti az olajat a tűzre, küldi a fegyvereket a háborúba, küldi a pénzt a háborúba, tehát fönntartja azt a háborút, ami abszolút ellentétes az érdekeivel, és szankciókkal válaszol arra a háborúra, amely kitört, és ezzel is az európai gazdaságot zúzza porrá, tehát nem csak a saját kulturális és politikai szuverenitását rombolja Brüsszel, hanem egész egyszerűen a gazdasági értelemben is így jár el. Hogyha a bűnt egész nemzet ellen követjük el, az akkora árnyék, hogy heted ízziklen sem látni a végét. Tehát egy nagyon markáns kritikát és véleményt fogalmazott meg a miniszterelnök úr. Valóban a mai napon a Gyurcsány Ferencék is tartottak egy megemlékezést annak a Nagy Imrének a szobránál, aki ugye mártírhalált halt a forradalom után. Na most Gyurcsány Ferenc és a felesége ide az apró villából érkezett, aki hát annak az apró Antalnak a nevéhez fűződik, Dobrev Klára nagyapjának a nevéhez, aki személyesen felügyelte Nagy Imre perét. Itt azért felmerülnek kérdések, tehát azért, hogy jön ehhez valaki ezek után, és nevezi magát az 56-os forradalom valódi letéteményesének, és az emlék valódi ápolójának.
Hát itt a választók fejében felmerülhetnek kérdések, hogy hogyan is van ez, és hát ugye utalt a miniszterelnök arra, hogy az utódpárt már a halálsoron van. Mikroszkopikus méretű, igen. Valóban, hát a szocialistákat mérték már 1-2 százalék körülire az elmúlt időszakban, az biztos, hogy az 5 százalékos küszöb alatt vannak bőven, és hát a túlélésük az nagyon kérdéses. Érdekes, hogy most is, ebben a pozícióban is, ahogy korábban a baloldal külföldi támogatókat keres, külföldi szponzorokat keres, és az ő kijáróinak a szerepét vállalja föl. Ugyanakkor meg a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ma mi vagyunk a legstabilabb nép Európában. Tehát ez egyfajta optimizmusra utal. Valóban a politikai stabilitás az jelenleg nagyon fontos egész Európában, ha csak körülnézünk akár a környékünkön, milyen események zajlanak, például a felvidéken hosszú ideig nem volt parlamenti támogatással rendelkező kormány, a Lengyelországban is egy meglehetősen instabil helyzet bontakozik ki, de sok-sok más országban is felmerül a kérdés, hogy vajon kinek az érdeke ez? Hogy lehet az, hogy azok az európai nemzetek, amelyeknek megvan még az öntudatuk, főleg itt a keleti régióban, vagy a középső régióban, azok ilyen instabil helyzetbe kerültek. Kinek a keze van ebben benne? És nagyon úgy tűnik, hogy azoknak a finanszírozóknak, akik Magyarországon is megpróbáltak beavatkozni, azoknak abszolút érdeke ez, hiszen így ki tudják használni azt a zavaros helyzetet, ami előáll. Egy nagyon fontos része volt a miniszterelnöki beszédnek az, amikor úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy 56-ban ugye kivívtuk a szabadságunkat, és visszaérkeztünk Európába, de ma már Európa nem az az Európa. Valóban, hát itt visszakanyarodhatunk oda, hogy ez az Európa, illetőleg annak a nyugati fele lényegében hátba szúrja Magyarországot, illetve ahogy már említettem, az önazonossága ellen lép fel, azt mint egy lerombolja, és azt úgy értelmezik a szabadságot, minthogyha az önmagunktól való megszabadulás lenne a saját legfontosabb attribútumainktól, de milyen szabadság ez, tehetjük fel a kérdést, milyen szabadság az, amikor nem vállalhatjuk azt, amik igazán vagyunk, tehát hogy hol születtünk, hogy minek születtünk, hogy apák vagyunk, anyák vagyunk, stb. Tehát milyen szabadság ez, valójában mitől vagyunk ilyenkor szabadok? Ha önmagunktól vagyunk szabadok, azt gondolom, hogy az meglehetősen boldogtalan helyzet. A gender ideológiára is utalt a miniszterelnök, és hangsúlyozta azt, hogy a kereszténységünket és a hazafiasságunkat minden körülmények között vállalnunk kell. Ez volt, azt gondolom, hogy a beszéd egyik legfontosabb üzenete. Valóban, igen, tehát az igazodásnak, az önmagunk legfőbb, legfontosabb attribútumainak a levetkőzését utasította el a miniszterelnök. Tehát a önmagunk megvédéséről beszélt hosszasan. Ugye itt volt egy összehasonlítás Brüsszel és Moszkva között, és úgy vázolta fel mindezt, hogy nem úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek, tehát nem úgy ugrálunk, ahogy kívülről megpróbálják azt meghatározni. Tehát ennek a védelmét, és ez is a szuverenitással való összekapcsolódás, a szuverenitás kiemeléseként értelmezhető, hiszen ezek az elemek, a kereszténység, a nemzeti öntudatunknak a védelme, ezek mindenképpen hozzájárulnak ahhoz az egészséges önvédelemhez, önvédelmi reflexhez, amelynek a vége az, hogy az ország szuverenitása megvédésre kerül. Nagyon frappáns gondolat volt a miniszterelnök részéről, hogy Brüsszel nem más, mint egy rossz szó sikerült kortárs paródia. Valóban, hát látjuk a párhuzamokat, a baloldal valójában nem szakadt el a gyökereitől sem Magyarországon, sem egész Európában. Néha zöld burkolat vonja be őket, de a belseje az egésznek vörös, és ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy mostanában már rohadozik is. Tehát
Tehát ezektől a gyökerektől, a marxista gyökerektől abszolút nem távolodott el a baloldal, és ezek egyre élénkebben, egyre erősebben jönnek elő magyarok számára. A magyarok számára kicsit olyan, mint egy rossz rémálom, de amikor, ahogy visszajönnek ugyanazok a gondolati struktúrák, amiket már tapasztaltunk, vagy akár a szüleink tapasztaltak, aminek a célja mindig ugyanaz, hogy az önállóságunkat, a szuverenitásunkat megpróbálják elvenni, és egyfajta ilyen masszába próbálják beleterelni akár Magyarországot. Tehát az ez elleni védekezés rendkívül fontos. És a beszéd vége az rendkívül biztató volt, hiszen a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Brüsszel még megjavítható, és itt utalt a jövő évi európai parlamenti választásokra, tehát van még remény, ezt így is értelmezhetjük. Valóban egy jobboldali eltolódás már most is körvonalazódik. Meglátjuk, hogy ez milyen mértékű lesz, ez kritikus fontosságú. Kérdés az, hogy Európa szeretne tovább menni azon az irányvonalon, amin eddig haladt. Itt volt utalása a migrációra, a társadalmaink ilyen módon történő megváltoztatására. Látjuk azokat az erőszakos megmozdulásokat, amelyek Európa egészében jelentkeznek. Azok után, hogy Izraelben ugye kitört a konfliktus. Tehát látjuk azt, hogy Európa biztonsága és az európai emberek biztonságos jóléte ilyen szempontból is veszélybe került. Kérdés az, hogy Európa akar-e tovább menni azon a háborús ösvényen, amin eddig haladt, hiszen ahogy már itt beszéltünk róla, ez Európának a gazdasági és politikai szuverenitását is erőteljesen rombolja. A választók előtt ott lesznek ezek a kérdések, és látszik az, hogy nem feltétlen akarnak ilyen irányban tovább menni. Meglátjuk, hogy milyen mértékű lesz az a változás, aminek elébe nézünk. Ezt a beszélgetést hadd zárjuk a miniszterelnök gondolatával, mi szerint a magyar szabadságot mi is éljük és örökül hagyjuk. Zila Jánosnak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.